horvát zenétől volt hangos a Birjáni Művelődési Ház. A baranyai településen ugyanis nemzetiségi napot tartottak. Danas je naš 11. hrvatski dan u Birjanu. Naša hrvatska samouprava Birjana i hrvatska plesna grupa Birjana, članovi, zajedno smo organizirali ponovo ovaj dan. Pjevački zbor Augusta Šenoa, oni su pjevali. I kad je gotovo bila misa, sad počinje naš kulturni program i u kulturnom programu pleše KUD Mohača, plesna grupa iz Mohača, pored toga bit će pjevački zbor iz Pečuha Augusta Šenoe i naša plesna grupa iz Birjana. Družimo se, hvala Bogu, svake nedelje jedan put imamo ples, pripremimo se na nastupe. I poslije toga, naravno, ovaj veliki dan što imamo svake godine jedan put, isto pripremamo se, dolazu nam naši iz sela porodice, pomažu, pripremaju se i uživamo zajedno, družimo se zajedno. Hvala Bogu da jako su dobri prema nama, jako volu hrvatsku muziku, hrvatsku kulturu i nadam se i ovaj dan isto će jako biti dobro našim gostima, naravno seljacima iz Birjana i okolina koji su došli da nas pogledaju. A színpadon hagyományos táncokat láthatott a közönség, az előadók pedig népi viseletbe öltöztek az alkalomra. A helyi tánccsoport is bemutatta műsorát. A tagok számára fontos a hagyományok ilyen módon történő ápolása. Az anyai ágról sokat vér folyik bennem, és ezért csatlakoztam már a kezdetektől fogva a tagja vagyok a horvát tánccsoportnak, illetve az önkormányzatban is segítkezem, a rendezvények és mindenféle programokban. 2010-ben alakult a tánccsoport. Először lányok voltunk, és később csatlakoztak hozzánk a fiúk, amiknek természetesen nagyon örültünk. A következő generációnak is megmaradjon valami belőlünk, a tánc, a zene és mindenféle, ami a horvátsághoz kötődik. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy átadjuk ezt a következő generációnak. Én még egészen a legelején csatlakoztam, mikor indult a tánccsoport, és hát igazából nem táncoltam én előtte horvát táncot, így kíváncsi voltam, láttam egy-két próbát, meg volt itt előtte néhány táncszáz, és úgy megtetszett. Vannak apai ágon, vannak horvát rokonok, vagy felmenők, a mamám is az ő folyékonyam beszél horvátul, sőt azt hiszem még táncolt is. Ezzel tovább visszük ezt a hagyományt, ezeket a táncokat, inkább a utókornak, ezzel megőrizzük, fiatalokat is ugye megtanítjuk, ők szintén tovább viszik. A 2010-ben én is a kezdetektől táncolok itt a csoportban. Fontosnak tartottam azt, hogy ezt a kultúrát és hagyományt is megismerjem, hiszen édesapám, tehát apai nagyanyám horvát volt, és szerettem volna, ha ez a hagyomány érték fennmarad, illetve majd én is a gyerekeimnek tovább tudnám adni. Az, hogy ilyen sokszínűek vagyunk itt Magyarországon, és a nemzetiségek nagyon fontos, hogy fennmaradjanak, mert ez mind-mind pluszt ad majd nekünk ahhoz, hogy ilyen sokszínűek vagyunk, és az, hogy tiszteljük egymás értékét, és a gyerekek ezekben az értékekben, amikor felnőnek, ez mind csak pozitív hozadéka lesz a hagyománytisztelésnek, őrzésének. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen én itt, amikor csatlakoztam, akkor sikerült megismernem itt a táncokat, a lépéseket, és az én nagyobbik fiam is már táncolt, és ez az ember büszkeséggel tölt el tényleg, hogy látja azt, hogy a hagyományaink azok megmaradnak, és tovább tudjuk adni majd a jövőnek.
A kulturális programra sokan voltak kíváncsiak, megtelte a művelődési ház. A zenés táncos produkciók mellett pedig finomsággal is készültek a szervezők, kakaspörköltre várták a vendégeket.